Folytatódik a napi aktuális. Nagyon elszigetelődött Oroszország, hiszen a szankciók rendkívüli mértékben lebíníthatják a gazdaságot. Kérdés az, hogy van-e innen visszaút. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel beszélgetek. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok. Mit léphet Oroszország ezekre a szankciókra? Diplomáciai vagy gazdasági téren van-e visszaút a számukra ön szerint? Ez egy rendkívül érdekes dolog. Kezdjük az elején szankciók. Ezek a szankciók elképesztő mértékben sújtják Oroszországot, az Európai Uniót, és abszolút fölemelik az Egyesült Államokat és Kínát. Ez az első megérzésem. A második. Én reggeltől estig a német tévét nézem, ez nem a reklám helye. Tegnap este vitázott az alkancellár Hábek osztrák. Ö ukrán bocsánatot kérek, külügyminiszter, és néhány vezető politikus. És a szankciókról volt szó. Mi a lényeg? Egy, északi járomlat kettő nem. Miért? A Merkel pár milliárd dollárt adott az amerikaiaknak, hogy engedjék, de utána elkezdődött a háború, és új helyzet jött létre. Mi a vélemény, hogy északi járomlat kettővel Oroszország zsarolni tudja Európát? Ez vagy igaz, vagy nem bele lehet menni. Ez hát, főleg Németországot. Hát Németországot is. Azért Németországban az energiaellátás úgy néz ki, hogy orosz 50 orosz kőolaj 35 százalék a fölhasználásba, és orosz szén 55 százalék. Na most senki nem beszél arról, hogy van egy áramlat egy, amelyik Ukrajnán és Lengyelországon keresztül jön, senki nem lövi, mit ad Isten, van egy orosz-ukrán háborúval, mindent lőnek, kivéve a gázvezetéket, és ez óriási bevétel az oroszoknak, a lengyeleknek, és az ukránoknak, az ukránoknak is. Nekem... Ez erre bant ki egyébként rendkívül sok visszáj volt ebből, elég Júlia Timosenkora gondolni. Persze. Akit le is csuktak emiatt annyi pénzt, az oroszok szerint annyi pénzt lopott pontosan a gázvezeték kapcsán. Igen, de erre egy a válaszom. Nekem nagyon érdekes volt, hogy a lengyelek minden esetben neki mennek a németeknek. Most utoljára az elmúlt két politikai vitában melyik, tehát a Ukrajna-Német országi nagykövete, illetve a Koleba, aki a külügyminiszter, kőkeményen neki ment a németeknek, és kritizálták mi az volt a válasz, hogy oké, okay, tessék mondani, belemenjünk a harmadik világháborúba, egy, kettő, kin keresztül jön a gáz, ki keres most ezen? Tehát ezek nagyon nehéz dolgok. Tény az, hogy ez az egész szankciópolitika rendkívül mértékben sújtja az oroszokat. Tegnap megjelent a New York times hogy az oroszok kínai segítséget kértek. Mind az oroszok, mind a kínaiak közölték, hogy ez nem igaz, de amerikaiak Igen, leadták. segítséget kért katonai, gazdasági, gazdasági ézg... és katonai. Tehát azt mondták, hogy a hiányzó alkatrészek többek között a repülőkhöz, amit nem kapnak meg az usa szeretnék megvenni Kínától, és gazdasági kölcsön szeretnének fölvenni Kínától, de mind a kétféle ezt tagadta, ettől persze még lehet igaz, és egy megjegyzés. Ez egy olyan háború, ahol mindkét fél el ukránok elképesztő pofátlansággal hazudik. Az elmúlt 24 órában lejött néhány hír, ö, ami számomra döbbenetes volt. Egy, elmondta az ö, Alkancellán Németországba hábek, hogy részt vettek a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon, ez a világ legpontosabb fóruma, és senki nem tudta, hogy orosz ukrán háború jön. A második megjegyzés, hogy a francia vezérkar tegnap bejelentette, hogy gyors orosz győzelmet vár. Én így ültem a CIA, pár nappal ezelőtt mondta, hogy a háború 1 négy nap lesz, ők is tévedtek. A francia vezérkar mire alapozta az optimizmus? 19 napja tart a háború, és semmilyen előrelépés. Mert az a véleményük, is. hogy ő, Ukrajna kezd kimerülni, az a véleményük, hogy az oroszokat katonailag új erőket hoztak át a távol keletről, és győznek. Erre a válaszom az, hogy annyi előrejelzés volt, hogy ez vagy igaz, vagy nem. A harmadik megjelzés, hogy a törökök semmilyen szankcióhoz nem hajlandók csatlakozni, próbálnak közvetíteni. Most éppen a Scholz német kancellár van ott. Hihetetlen érdekes a török politika ebbe a kérdésbe nagyon modern drónokat adott el Ukrajnának, amit a háborúban használnak, és a negyedik megjegyzés, hogy tegnap bejelentették, ami nyilvánvaló volt, hogy az USA és az orosz vezérkar közt, valamint a NATO központ és a orosz vezérkar közt állandó forró drót van, hogy elkerüljék a harmadik világháborút. Azért Amerika kérdése nagyon furcsa ebből a szempontból, hiszen ugyan Biden meghirdette az energiahordozókra a teljes tilalmat, de az urán, az orosz urán az jöhet az amerikai erőművekbe, hiszen nagyon fontos az áramellátás szempontjából. Azért itt látszik ez a fajta kétkulacsos politika, hogy Amerika gyengíteni akarja az Uniót, gyengíteni akarja Oroszországot, hogy felkészülhessen egy Kína elleni gazdasági vagy informális hadviselésre? Két megjegyzésem van. Az egyik az, hogy ha megnézem, mindent megtett az USA eddig sikere, hogy az északi áramlat kettőn ne induljon be. Ebbe az egészben volt német kancellás Röder, egy rendkívül csúnya szerepet játszott, abszolút kiállt Putyin mellett, a legkisebb kritikát sem volt hajlandó tudomásra. a Gazprom felügyelőbizottság igazgatóság. Igen, konácsolás. két adatot olvastam, az egyik, hogy évi 500, a másik, hogy 600 ezer euró az éves fizetése oké, okay, de hát azért elnézést kérek, német kancellár volt. A másik megjegyzésem az, hogy usa egy dolgon el kell gondolkodni. A jelenlegi helyzetben azt mondja, hogy két fő ellensége van, Oroszország és Kína. Oké, okay, de ebbe a pillanatban ezt a két hatalmat egymás mellé sorolja, holott Kína alapvető érdeke az, hogy a távol keleten legyőzze Oroszországot és visszaszerezze Szibériát. A másik az, hogy hogy viszonyul a tájváni kérdés. Mert akarja -e visszaszerezni Szibériát? Mert abból indul ki a kínai politikai hogy az ősi kínai terület, a árok el Kínától, és szeretnék visszakapni. Az elmúlt tíz évben kb. 40% a szibériai lakosságnak már kínai, idézőjelben önkéntes, aki átment, már a zöldséggyümölcs döntő részét ők állítják elő, tehát rendkívül érdekes és hosszú távú a kínai politika. Meglátjuk, hogy mire zárójel Kína fölvásárolta az ukrán földek jelentős részét, holott ezek a fekete földek a világ legjobb minőségű földjei közé tartoznak. Mi lehet a célja akkor Tájván bekebelezésével, hiszen ott pedig a csípgyártás uh, rendkívül magas fokon zajlik, ugye a félvezetők nagyon hiányoznak az a világ autóiparának. Kína úgy tűnik, hogy egy picit kétkulacsos játékot játszik, Oroszország mellé is áll egy kicsit, de elsősorban a kínai érdek az, hogy Tájvánon erősítse minél jobban a kínai befolyást, és mondjuk a félvezetők vagy a csipgyártás piacára teljes mértékben rátegye a kezét. Ezt viszont Amerika biztos, hogy nem fogja hagyni a válaszom az, hogy önnek elvileg igaza van, de gyakorlatilag annyi fronton történik állandó egyeztetés Washington és Peking közt, hogy én tökéletesen biztos vagyok benne, hogyha elfoglalnák Tájvánt, előtte egyeztetnének az USA-val. Hogy az amerikai elnök... Amit... jól járjanak? Nem, hogy mind a kettő tudjon erről, és ne legyen harmadik világháború. A jó járás az egy másik kérdés. Itt látni kell, hogy Kína sorra foglalja el a térségébe a szigeteket. Ellenek katonai szövetséget hoztak létre pár héttel ezelőtt. Úgy néz ki, hogy USA, Nagy Britannia, Franciaország, Ausztrália, Japán, tökéletes. Semmit nem értek el, mert Kína gőzerővel fegyverkezik, de Kína jelenleg abból indul, hogy nem megy neki az oroszoknak. Még képletesen sem, de az ENSZ-be is a szavazáskor tartózkodott. És ha ő megnézi az ENSZ, pár nappal ezelőtt 80 ban ezt a 193 elítélte Oroszországot, négy vagy öt ország állt ki az oroszok mellett, teljesen jelentéktelen országok, Szíria, Bielorusz, stb. Kína tartózkodott. Kína abból indul ki, hogy adott esetben megpróbál közvetíteni az orosz-ukrán konfliktusba, de egyértelműen Oroszország mellett áll, többek közt a legmodernebb fegyvereket együtt állítják elő. Törökország szerepe nagyon érdekes, hiszen ott Ukrajna megkérte, hogy zárják le a kikötőket, ugye a Fekete-tenger ebből a szempontból is stratégiai helyszín. Az oroszok kőkeményen harcolnak a Fekete-tengeri kikötőkért, viszont Törökország nagyon erősen beleszólhat ebbe a háborúba. Mi az érdeke, hiszen Törökország talán a leg, egyik legerősebb NATO tagország Európában mindenképpen. Mi lehet az ő álláspontjuk? Tudom, hogy nem a reklám helyett, de ha valaki megteheti, a török korábbi körben négy évvel ezelőtti miniszterelnök könyve csak magyarul jelent meg, a világ egyik legjobb könyve, Davotoglu stratégiai mélység. Én kértem, hogy adják ki újra, és úgy néz ki, hogy az MCC pár héten belül kiadja. Aki teheti, vegye meg, csodálatos a könyve. Második megjegyzés. A törökök tényleg megkapták a ukránoktól azt a kérést, hogy zárják ki az orosz hajókat a Fekete-tengerről. Én azt mondtam, hogy ez harmadik világháború. A törökök zseniálisan oldották meg, mindenkit kizártak, de előtte a földközi tengeri orosz flotta bejöhetett a fekete tengerre, tehát amikor az orosz flotta bejött, akkor azt mondták, hogy 1936 Montrői szerződés, lezárjuk a Boszporusz és a Dardanellákat a hadihajók elől. A következő mi az orosz cél? Az orosz cél az, hogy a ukránoktól elvenni a tengerpartot, és gyakorlatilag a Kínfélszigettől kezdve orosz legyen, és az ukránok szárazföldi hatalomá váljanak. Ha ez sikerül, vagy nem, az egy másik beszélgetés. Mi a török cél? A törökök egyértelműen fogalmaznak. Ővék a tengerszorosok, övék a leghosszabb fekete tengeri szakasz a Szovjetunió bomlása után, övék az egyik legerősebb NATO hadsereg Európában, és egyre agresszívabban lépnek föl nagyon sok helyen, Irakba, Szíriába, Líbiába. Tehát a török politika ma egy rendkívül kifelé menő politika, és mielőtt ide jöttem, még 7 órakor megnéztem a német híradót, ahol kerekperecben mondták, hogy nagyon nagy az ütközés a német és török politika közt, abba egyet elnök, hogy egy orosz-ukrán fegyverszünet kellene, de az emberi jogokban, a sajtószabadságban is. Erdoğan és se... Merkel korábban folyamatosan vitázott, ugye emlékezhetünk a szíriai menekültválságra, ahol az Uniót folyamatosan zsarolt a Törökország, és folyamatosan azzal fenyegetőzött, hogyha nem kap még pénzt, nem kap még támogatást, akkor azt a több millió, vagy több százezer menekültet, akit éppen táboroztat török földön, azt egész egyszerűen ráengedi Európára. Tehát azért itt nem volt egyáltalán olyan a viszony, hogy különösen békésen megegyeztek volna. Egy, önnek igaza van, kettő, a törökök most falat építenék, hogy Afganisztánból a menekültek ne jöjjenek be, három az érők merkel eszembe szemben megcsinálták azt, hogy nem tették ki a német zászlót. És amíg Merkel nem volt kancellár, hanem a CDU frakció vezetője volt, és Erdogán Berlinbe volt, közölték, hogy kellene találkozni a merkel ami a mondta, hogy számára a legnagyobb megaláztatás, ha egy nővel kell tárgyalnia. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok, a túloldaló Merkel pedig úgy kínálta fel az Európai Unió pénzét, hogy egyetlen emberrel egyeztetett, az akkori holland miniszterelnöke a többi EU-s tagállammal elfelejtett. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert kell valóban. És nem elfelejtett, hanem úgy gondolta, hogy akkor ő mondta azt, hogy megoldjuk, akkor ő egy szemében meg is kell oldani ezt a problémát. Ha elfelejtett, így, szóval nem... így értettem, hát ő azt mondta, hogy Vírsa azt mondta, 15-ben menekültekre, tehát mi ezt meg tudjuk oldani, nem tudta megoldani, de hát Merkel már nyugdíjban van, és Merkel ma már történelem. Tehát Törökország abból indul, hogy ő térségi középhatalom, nagyon komoly érdekeltsége van többek közt Ukrajnába, többek közt a volt Szovjetunió déli területén, az eri konfliktusba, és így is politizál, meglátjuk, hogy mi lesz, és meglátjuk, hogy mi lesz a választásokon, hogy Erdogán marad-e, vagy nem, a nagyvárosokban, többek közt Isztambulba vesztett. Azért az nagy kérdés, hogy a Törökország az egyik meghatározó haderő, mi a helyzet a német hadsereggel, hiszen <hül> ott az új német kormány nem úgy tűnik, hogy a haderő fejlesztésére koncentrálna, sokkal inkább az évek alatt úgy tűnt, hogy inkább leépítik a német hadsereget. Most mi a helyzet? Hát van egy Bundeswehr, elnézést, nekem ez az egyik kedvenc témám. Létrejön 1955-ben erre válasz elvileg a Varsói Szerződés létrehozása. Kettő. A Bundeswehr első két tábornok, a Heisinger és Pejdel a börtönből jönnek ki, hát honnan jönnének? Három. Fölállítják a Bundeswehrt, Nincs idő belemenni a német történbe, a belügyminiszter helyén van, korábban lemond, mert annyira nem ért egyet a katona politikával. Mai helyzet. Létrejön a Német Egység. 172 ezer fő az NDK néphadserege az NFA. Ebből a 172 ből a Bundeswehr 3 ezer embert vesz át, csak tiszthelyettest. Van olyan alezredes, akit átvett tiszthelyettesként. Nagyon rossz volt a viszony annak idején, én kint tanultam a Bundeswehrbe a régiek és újak közt. Volt olyan kifejezés, hogy Didó officier. ez a NDK-ra mondták, hogy Dinsztág még nem dolgozik, Kedden még nem dolgozik, Donnerszág csütörtök már nem dolgozik. Következő. Németország olyan helyzetbe került, hogy a határai mentén először a történelemben Csak baráti vagy semleges országok vannak, tehát a hadsereget le lehetett építeni. Most rendkívül üres volt a Bundestagban néhány nappal ezelőtt, táskába táskában itt van nálam kijegyzeteltem, a kancellár egy öt pontos javaslata jött elő. Egy, először a történelemben Németország, NSK támadó fegyvereket számít egy olyan országba, ahol háború folyik, soha nem tették. Kettő, 100 milliárd euróval növeli a katonai kiadást. Három, végre... Hát is egy... De. De a válasz az, hogy eddig nem ilyen kormány volt. 60-as évek óta először van három párti kormány a Németországnak. Három. Elkezdődött a hadsereg olyan átszervezése, hogy megfelel a NATO kritériumoknak, hogy a GDP-ből 2%-ot eh, ráköltenek a hadseregre. Számomra az ötödik pont a zseniális, ahol azt mondják, hogy nyitva kell hagyni a csatornákat, hogy Oroszországgal politikai tárgyalásokat folytassunk, mondom magyarul, nem kell sarokba szorítani az oroszokat. Minden német politikai vitában részt vesz egy ukrán vezető, aki örjünk. Tegnap egy hölgy volt, aki könnyezett, hogy milyen szörnyű a helyzet, és a Kül... ez ilyen érzelmi nyomás, gyakorlás, politikai nyomás, gyakorlás, mennyire hagyja ez meg a németeket? Sem ennyire, de mind a kettő, ez érzelmi és politikai nyomás, gyakorlás. A német válasz az, hogy nem megyünk bele Ukrajnáért a harmadik világháborúba, és én mindig elmondom, hogy a hidegháborúnak volt egy jelszava, Sterben für Hamburg, Sterben für Chicago, meghalnál-e Hamburgért, meghalnál-e Chicagoért, és a válasz akkor az volt, hogy Chicagoért, igen, Hamburgért nem. Most a németek azt kérdezik, hogy érdemese Ukrajna miatt fölvállalni a harmadik világháborút, és egyért az a válaszuk, hogy nem. De hát egy olyan hárompárti koalícióban, ahol a stratégiai célok azért nem teljesen fedik egymást. Az mennyire igaz, hogy teljesen használhatatlan fegyvereket, rakétákat küldtek, még az NDK-s időkből ott maradt fegyvereket küldtek Ukrajnának? Ez Igen, igaz? csak nem ott maradt, hanem a Baltikumba volt, és most járultak ahhoz hozzá, hogy a Baltikum ezeket a fegyvereket továbbadhatja. Ezek egy része tényleg felhasználhatatlan, de a németek mentségére legyen mondva, hogy a német raktárakban lévő új a német fegyverek egy része is felhasználhatatlan, elavult, elrosdásodott, stb. Tehát azért a hidegháború után jött egy békeusztalék, nincs idő kifejteni, ami azt jelentett, hogy elkezdődött a leszerelés, elkezdődött a hadseregek átprofilírozása, a katonai biztonság helyett fölélénkült a gazdasági, környezeti és egyéb biztonság, társadalmi biztonság, és ez nem csak a német hadseregre adott, de a német hadsereg ma egy rendkívül gyenge hadsereg, és ezt próbálják fölhozni. A német a harmadik legnagyobb emberveszteséget Afganisztánba. A németeket most mondják ki, hogy a összes nagy részét a többi csapatnak is malimol. Tehát új helyzet van, és mondok még valamit, ami nem lesz szimpatikus. Sorra hölgyek vannak a német védelmi tárca érint bűbájosak a von der Leyen-től kezdve a AKK-ig, Anna Camp, Karen Bajrig, és a mostani szociáldemokratáig. Nem szakértők. Helyesek, aranyosak, de nem szakértők. De elég, Ez egy... hogyha egy szakértői gárda van mögöttük, tehát nem biztos, hogy nekik kell lehet is Igen, csak az, az elmúlt a három védelmi miniszter azt mutatta, hogy a gárda sincs meg mögöttük, és itt kezdődnek a problémák, de Németországban az volt a vélemény, hogy nincs szükség a hadsereg növelésére, a hadseregen lehet spórolni, ezt Merkel nagyon sokszor kijelentette, és ez jut most vissza. Az mennyire uh, számottevő probléma, hogy a NATO legerősebb hadserege természetesen az USA? de az Uniónak, mondjuk Törökországot leszámítva, szinte nincs is ütőképes hadserege. Az oroszok pedig ezt úgy tűnik, hogy kihasználják, mert Putyin elképesztő pénzeket és elképesztő fejlesztéseket hajtott végre az orosz hadsereg és elképesztő pénzeket költött erre. Ezt akkor kihasználja, hogy most van egy olyan, van egy olyan hiány az Unióban, hogy fegyveres erőt nem tud felmutatni? A válaszom az, hogy igen és nem. Nagyon érdekes volt pár nappal ezelőtt tették közzé, hogy a NATO 16-szor annyit költ katonai kiadásra, mint Oroszország. Kettő, mindenki hazudik. A NATO is Oroszország, és a katonai kiadásoknál ezt tisztázzuk. Három. Az orosz hadseregnél most először kiderült, hogy ez a hadsereg nem olyan, ami ennek látni szeretné magát. Ha megnézem, 2014-ben a Krimet puska gyakorlatilag puskalövés nélkül elfoglalták. Grúziától vitatott területeket elvettek minimális néhány napi harc után, de most az orosz hadsereg csődött vallott Ukrajnába. Tehát meglátjuk, hogy mi lesz a háború vége, de tény az, hogy Ukrajna morálisan győzött, tény az, hogy az egész világ abból indul ki, hogy Oroszország az agresszor, és tény az, hogy az oroszok a meglepetést, hogy támadtak, nem tudták kihasználni. Nógrádi György, köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm szépen.